Szeretettel köszöntök mindenkit innen a parlamentből. Éppen a Mi Hazánk Mozgalom frakció irodájában vagyunk dr. Pfister Zsuzsannával, és nyilván senkit nem fog meglepni, hogy a végrehajtó maffiáról lesz ma szó, de ma ebben a videóban be fogunk mutatni egy olyan hangfelvételt, amelyet titkosszolgálati operatív eszközökkel rögzítettek, amely korszakalkotó, nagyon-nagyon-nagyon durva dolgokat fogunk majd bemutatni. Tartsanak velünk! De árul, de hogy tudtál beszélgetni ezzel a faszapóval? Melyikkel? Ezzel a torockaival. Hogy tudtál vele beszélgetni? Hát ez a videó, hát, az kemény. De látod, milyen patkány? Hát ez már közben. Ez is egy patkány. Ez is egy patkány. Mindegyik egy patkány, bazd meg. Mára ugye mindenki tud a végrehajtó maffia ügyeiről, sőt nem csak, hogy tudnak róla, hanem például az a Jámbor András, akit néhány évvel ezelőtt még nem nagyon tudtunk, hogy kicsoda, illetve nem beszélt ő sem végrehajtó maffiáról, most már ő is végrehajtói maffiáról beszél minden nap és posztol, nem beszélve Jakab Péterről, aki szintén végrehajtó maffiáról beszél. Lehet, hogy Zsuzsi, nekünk le kellett volna védetnünk a végrehajtó maffia nevet, hiszen mi évekkel ezelőtt elkezdtünk foglalkozni az ügyel, és éppen dr. Pfister Zsuzsa, a Mi Hazánk Mozgalom szakértője volt az, aki először fölhívta a figyelmemet Sadd Györgyre, és hát tulajdonképpen jó, hogy itt vagyunk most a parlamentben, ugyanis kiderült, hogy idáig, a parlamentig, egészen a magyar kormányig ért ez a végrehajtó maffia, és amikor ezt a nevet adtuk a sorozatunknak itt a YouTube csatornámon, hogy végrehajtó maffia, én magam sem gondoltam volna, hogy ez ennyire durva, tényleg ennyire szicíliai maffia, aminek most már szinte minden részletét ismerjük, illetve Sadd György már ott van előzetes letartóztatásban, de most nekem olyan anyagot hoztál, amire, ahogy mondtam, nem volt még példa, és tényleg nagyon durva lesz. Sőt, lehet, hogy törvényt is sértünk azzal, hogyha a titkosszolgálati operatív eszközökkel lehallgatott beszélgetés, ahol Sadd György, a végrehajtó kar vezetője, elnöke beszélget a gazdájával, hogyha ezt nyilvánosságra hozzuk, ez bűncselekmény, amit most tenni fogunk ebben a videóban? Szerinted? Jogász vagy? Az én meglátásom szerint ez ilyen formában nem minősülhet bűncselekménynek. Egyrészt ugye semmilyen titoktartási kötelezettségünk nem volt, hogy ezt az anyagot így kaptuk, és a közérdekre vonatkozólag ez egy közügy, ez a végrehajtó maffia, és ezeknek a minden egyes ügynek és a mélyét ezt nyilvánosságra kell hozni, és pont ezért is gondoltam, hogy ezt a részletet ezzel kéne kezdenünk, hogy ezt publikáljuk. Sadd Györgyöt ismerjük, vagy Sádl Györgyöt ismerjük, nagyon sok videónkban bemutattunk, évekkel ezelőtt készítettünk vele interjúkat. Ki a gazdája? Mit tudunk róla? A gazdája az egy köztörvényes bűnöző, lehet így fogalmazni, ugye már büntetett. Hogy hívják? Mert elvileg ő a bíróságon, ugye ő is letartóztatásba került. Ő a harmadik rendű vádlott. Ő a harmadrendű vádlott? Igen, a harmadrendű vádlott, ő Rehák Róbert, és ugye kecskeméti életűségű, már büntetett előéletű, autókat lopott tudomásom szerint, és hát a lehallgatási anyagból is kiszűrhető, hogy több ilyen ügyben is segítkezett a Sádlnak, mint például az iskola ügy is. Tehát egészen durva dolgok derülnek ki ebből a hatalmas anyagból, amit most már nem csak Zsuzsi, hanem én is végighallgattam, megnéztük, a teljes lehallgatási anyag. Ebből ugye az derül ki, hogy Magyarország tényleg egy banánköztársaság, ahol ilyen autótolvajok, mint ez a Rehák Róbert, igen, jól mondom a nevét, kecskeméti autótolvaj irányítja az országot, ugyanis kiderül ebből a lehallgatási anyagból, hogy nem csak arról van szó, hogy Sadd György vagy Sádl György gazdámnak nevezi ezt az autótolványt, egy köztörvényes bűnözőt, hanem az is kiderül, hogy valószínűleg ők kézben tartják a kormányt és kormányzati politikusokat, ugyanis a beszélgetésből az is kiderül, hogy nem csak a Kaszinó című filmet szeretik, és szeretik az ilyen maffia feelinget, hanem az is kiderül, hogy adják-veszik a különböző ilyen zsarolásra alkalmas felvételeket. Ugye Sadd György széfjében találtak különböző ilyen terhelő, kompromittáló anyagokat valamilyen pendrive-on, és azt ugye megsemmisítette
az ügyészség, ezt mára már tudjuk, ez is egyébként botrányos, valószínűleg azzal zsaroltak valakit. Hát akkor hallgassunk bele ezekbe a felvételekbe, csak néhány percet fogunk megmutatni, méghozzá a legizgalmasabb részeket. Számunkra különösen érdekes az, ahol rólam beszél Sad György a gazdájával, és panaszkodik, hogy ugye mi rászálltunk Zsuzsival évekkel ezelőtt, akkor ne ezzel kezdjünk, hanem kezdjünk azzal, hogy mennyire szeretik ők ketten a Kaszinó című filmet. Gyuri, te láttad a Kaszinó című filmet? Igen. Nem. Abban benne van minden. De itt is van egy ilyen? Hát az, hogy a volt... Stricia, egy kicsit erős szó. A volt menedzser. Igen. Az én megítélésem szerint tájékozottam. A holnapi plenáris ülésről, mint te, az nem kérdés. Est. Jó van, hát. Na, ez a de annak tudjuk a nevét arra, legalább. Persze. Persze. Ezt megkapom majd alkalomattán? Meg bizony. Oké. Okay. Ezt vésd az agyadba, te! Ezt vésd az agyadba, te köcsögbiboldó, te! Csak is miattam létezhetsz itt! Csak is miattam nélkülem, te! A prédája! A prédája lennél minden gengszternek itt! Mind harapna egyet a zsidó seggedből! Ez történne veled! Most akkor egy olyan részletet fogunk bemutatni, ahol teljesen egyértelművé válik, hogy mi volt Rehák Róbertnek, tehát Sad György gazdájának a feladata. Az ő feladata az volt, hogy a politikusokról kompromittáló anyagokat szerezzen, legalábbis erre lehet következtetni a következő beszélgetésből, ahol valamiféle felvételeket vár a végrehajtói kar vezetője már nagyon türelmetlenül. Halló! Halló, alkalmas, szia! Halló! Persze, szia! Figyelj, csak azért sörgetnélek, mert végül is átrakták, nem hatra megyek, hanem most kellene fölérnem, úgyhogy már úton is vagyok. Az iskolai cuccot ezt viszem, de erről a másik két sztoriról fogunk valamit tudni, vagy? Mindjárt nálam lesz, ahogy hívják, az megfelel. Még gondolom, hogy te tárgyaltok és beszélgettek egy órát. Azt gondolom, meg fogod kapni Viberen mind a kettő fényképét. Küld már át, légy szíves, jó? Mert így a legkorrektebb, nem? Jó, azt a Viberen át tudod küldeni, ezt megköszönöm. Én mindent át tudok küldeni, doktor, mert én tisztellek. Délre odaér egyébként szerinted? Vagy déli kb? Hát mindjárt telefonálok, mert ugye úgy volt, hogy délbe találkozom. Mindjárt telefonálok neki, hogy jöjjön hamarabb, és akkor természetesen, doktor úr, ezt rendbe rakom. Oda fog érni, igen, ott lesz a Viber-ed, mind a kettő lefényképezem, és akkor doktor úr megkapja. Nagyon köszönöm, oké. Okay. A másikat meg nyugodtan mondhatod, hogy meg lesz. Már melyiket? A rakott szoknyásod? Vagy melyikre? Most jövő héten hozzák még, ahova mész, annak a főnökének a hirdetését a drágájának. Istenem. Jó. Hát figyelj, ott az a baj, bazd meg, ott van egy baj. Igen? Én nagyon szeretlek téged, amúgy. Tényleg, nagyon nagy barátom vagy, de én csak egy halkan jegyzem meg. Tényleg. Tudom, hogy megoldhatatlan, de ez a kurva iskolát rakja valaki rendben. Rendben. Rendben, gazdám. Halló? Itt vagy, doktor? Itt vagy? Én itt vagyok. Halló? Csak rányomtam véletlen a mikrofonra, szóval a halkítás, némításra. Százszónak is egy a vége, ezt mindjárt küldöm, és mondd meg nekik, ne felejtsék, hogy mindjárt választás, és kurva sok ilyen jön ki. És most is te voltál az első, mindig te vagy az első. Valamit basszanak, hogy nem így fizessék a kávékat, tehát...
Nekem az is jó, ha az iskolát megoldják, onnantól a kávékat én fizetem, meg fönntartom ezt a csürhét. Nekik még pénze kell. Mert az öreg azt, hogy elveszek egy 2 milliót, akkor havonta, és tényleg erre fordítom, bazd meg. Gazdám, túltárgyaltuk, köszönöm szépen. Most pedig akkor következzen az a rész, ahol Sad György és a gazdája éppen rólam beszélget, bár itt azért az érdem elsősorban dr. Fisztel Zsuzsannáé, hiszen ő volt az, aki nekem először beszélt évekkel ezelőtt Sad György rendszeréről. Nagyon szereted a plecskát? Vagy már nem? Van valami jó plecska? Nem, csak én megkérdezem, Gyuri, te nálad okos, nagyon okos embernek tartalak. Nagyon tanul gyerek vagy. Nagyon okos csávó vagy. Benned van az, ami belőlem hiányzik. Azt úgy hívják, hogy spáren németül. De áruld el, hogy hogy tudtál beszélgetni ezzel a faszapóval? Melyikkel? Ezzel a torockaival. Hogy tudtál vele beszélgetni? Hát ez a videó, hát, az kemény. De látod, milyen patkány? Hát ez már közben. Ez is egy patkány. Ez is egy patkány. Mindegyik egy patkány, bazd meg. Nem, nem? De hogy is. És ennek a beszélgetésnek most a talán legérdekesebb része következik, amikor annak kapcsán, hogy éppen engem patkánynak, és nem tudom minek nevez Sad György, illetve hát nem Sad György, hanem a gazdája, ugye a köztörvényes bűnöző, ennek kapcsán egy nagyon érdekes mondat elhangzik a beszélgetésük során. Tóniról, ugye nagyjából sejthetik, hogy ki lehet Tóni, tehát ki lehet az a politikus, aki mondjuk itt ül a parlamentben kormányzati pozícióban, nyilvánvalóan Rogán Tóniról beszél a gazda, illetve a végrehajtói kar gazdája, és ebből a beszélgetésből az derül ki, hogy őt a barátjuknak tekintik, hiszen aggódnak, hogy milyen nehéz lehet az ő élete, ilyen torockai félék Fisztel Zsuzsával az oldalukon üldözik őket. De pont tegnap jó mondtad, azt mondtad, hogy mennyire teli van a faszod már ezekkel. Ja, hogy hát ez borzasztó. Akkor egy Tónin, egy... Azt én nem tudom elképzelni, hogy bírják. Úgy, ahogy a nagyon... Figyelj, kikapcsolják az érzelemvilágot, ha van. Hát igen. Na jó, csak az meg nem áll, nem élet. Ja, nem. Nem, nem. De amit ők csinálnak, az se. Hát ha belegondolsz, akkor te reggel 6:30 kelsz, és este 10-ig mész a marhaságok után. Hogy persze nem marhaságok, de... Én nem 6:30 kelek, gazdám. Én 6:30 indulok, mert 3-4 hétre megyek edzésre. Igen, az a luxus az a napon, napba, ugye? Igen. És este 9:00 még valahol ülsz? Valami izgalom van, aha. Én ezt szeretem, én így szeretem ezt. No, akkor egyelőre ennyit a rengeteg sok száz órányi lehallgatott telefonbeszélgetésből, ami, még egyszer mondom, közügy, függetlenül attól, hogy nem csak a végrehajtói kar elnöke, sok százezer magyar megnyomorítója, hanem a köztörvényes bűnöző barátja, vagyis a gazdája. Ugye önmagában is szerintem döbbenetes, hogyha egy férfi egy másik férfit a gazdájának nevez, ez ugye mutatja, hogy milyen ember kezében volt több millió magyar ember sorsa. A végrehajtói kar elnöke egy ilyen ember, de ugye magát a rendszert is mutatja, hiszen ebben a kormány érintettsége az most már teljesen nyilvánvaló. Mit gondolsz arról, hogy mi az oka annak? Éppen ma itt a parlamentben egy órával ezelőtt kérdeztem az államtitkárt arról, hogy hogyan lehetséges, hogy Sad György 2021. novembere óta előzetes letartóztatásban ül, és mégis azóta 45 új végrehajtót kineveztek, ami ugye a mi álláspontunk szerint teljesen törvénytelen és jogtalan, hiszen ők nem tettek esküt a regnáló elnök előtt, csak az alelnök Lukács Tamás előtt tehettek esküt, de a törvény az nem így rendelkezik, hiába hoztak egy belső szabályt. Mi azt gondoljuk, hogy ez teljesen törvénytelen, tehát magyarul magyarok százezrei, akár egy lejárt parkolási bírság, vagy bármilyen tartozás miatt ellentmondhatnának arra hivatkozva, hogy törvénytelen a végrehajtó eljárása. Szerinted
Miért, és egyébként most sem reagált az előbb itt érdemben az államtitkár, amikor ezt megkérdeztem, miért tartja ezt az állapotot továbbra is fent a kormány, miért nem avatkozik közbe? Valószínűleg akkor azért, mert ahogy ebből a most bemutatott, lehallgatott beszélgetésből látszik, kezükben tarthatják Sadd Györgyék és a gazdájának a maffia hálózata, akár az egész kormányt. Lehetséges szerinted ez? Véleményem szerint egyébként ez teljes egészében elképzelhető, vagy az, hogy valamilyen szinten zsarolják őket, vagy olyan dolgok vannak a kezükben, ami miatt nem mernek lépni konkrétabban. Ugye Völner is nyilatkozott, hogy több ember széke is meginokhat, hogyha ő mondjuk nyilatkozik, vagy bármilyen más dolgokat felhoz a felszínre. Én még azt sem merem kijelenteni, vagy száfolni, hogy ezek egyébként a tárgyalási szakaszokban ezek majd még ki fognak jönni a közeljövőben. Ezen kívül ugye vagy ez lehet a háttérben, vagy pedig az, hogy valamilyen szinten azért vagy a kormánynak, vagy a kormány családtagjainak, vagy rokonainak valamilyen értekeltségük lehet magában a végrehajtási eljárásban, vagy tágabb értelemben, akár a követeléskezelőkben, közjegyzőkben is egyébként. Ugye nekünk konkrét javaslatunk van, ami az Ánk Mozgalomnak, dr. Fiszter Zsuzsannának köszönhetően, ugye ez arról szól, hogy legyen a végrehajtás non-profit, szűnjön meg ez a maffia jelleg, hogy ne tudjanak ilyen óriási pénzeket keresni ezek a bűnözők. Mi most tiszta vizet öntünk a pohárba. Ugye én Orbán Viktort is megkérdeztem erről tegnap a parlamentben, hogy támogatja majd a kormány dr. Fiszter Zsuzsanna, illetve a Mi az Ánk Mozgalom javaslatát. Mit tett, hogy kivizsgálja ennek a végrehajtó maffiának a visszaéléseit, és támogatja-e, egyenes választ kérek miniszterelnök úrtól, a Mi az Ánk Mozgalom felvetését, hogy legyen a végrehajtás non-profit végre Magyarországon, szűnjön meg ez a maffia rendszer. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, és megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen. Hát ami a végrehajtó rendszer átalakítását illeti, szívesen fogadunk bármilyen javaslatot, és érdemben meg fogjuk fontolni. Ha megengedi, ez komolyabb dolog, annál sem, hogy bűt vagy bát mondjunk rá itt hirtelen. De ha van ilyen javaslata az ön pártjának, akkor kérem, hogy forduljon hozzánk bizalommal, és az igazságminiszter meg fogja vizsgálni, és adunk egy tisztességes választ. Tudunk ebben egymalomban őrülni, vagy sem.